Mivel kormányzás helyett legyen ön is milliárdos, játszanak oda át a parlamentnél a fideszes fiú. Egyrésztről arról van szó, hogy azt a társadalmi elégedetlenséget, ami tapasztalható, annak hangot tudjunk adni, tehát itt van egy facilitátori szerep itt a tüntetés szervezések kapcsán. Másrésztről hosszú távon gondolkodva szeretnénk egy olyan mozgalmat kiépíteni, amely akár alternatíva is lehet. Most úgy tűnik, hogy áttört egy pont, tehát van ez a teflon hatás, így ideig minden visszapattan, de most kiukadt ez a teflon, és most van egy olyan trendforduló, amely a Fidesz népszerűségében is látszik, de leginkább abban, hogy az állampolgárok máshogy viszonyulnak a korrupcióhoz, máshogy viszonyulnak a hatalmi arroganciához. Tűrhetetlen mértékűvé vált a korrupció Magyarországon. Ez a fideszes elit olyan harácsolásba kezdett, amit csak mi, a magyar nép tudunk megállítani. De a Millának volt egy olyan stratégiája, hogy ő egymaga volt egy gyűjtő szervezete nagyon sokféle érdeknek, nagyon sokféle akaratnak. Most más stratégiát követünk, most az a cél, hogy minél több kisebb single issue mozgalom jöjjön létre, és ezek utána hálózatba szerveződve tudjanak elérni célokat. Fontos az, hogy ne nagy javarész külső támogatóktól függünk, mert az nagyon könnyen elvisz abba az irányba, hogy ebbe az NGO-iparba visz be minket, ahol projekt alapon kell finanszírozni. Ez nem a legjobb megoldás hosszú távon, én azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy akiknek a támogatását várjuk, anyagilag ő nekik tudjunk olyan szolgáltatást nyújtani, amit ők el is várnak tőle. Pontosan mi is érezzük azt, hogy tüntetni 4 éven át folyamatosan nem lehet. Itt azért vannak hullámai ennek a dolognak, és nem szabad túlzásba se vinni. Most mondom, a fontos a közösségképzés, tehát télen, hóban, fagyban nagyon nehéz kivinni tömegeket az utcára, viszont nagyon könnyű számukra alternatívát nyújtani arra, hogy hogyan szervez meg magad a saját baráti társaságodban, hogyan lehet politikai akciócsoportot létrehozni egy baráti társaságban, aki egyébként csak sörözni áll le és szidja a rendszer, de hogy most már találjanak maguknak egy célt, ami mentén dolgozva akár el is érhetnek valamit. A pártokba vetett közbizalom erodálódott olyan szintig, hogy a pártok alkalmatlanok arra a társadalmi feladatra, amit most nekünk kell elvégezni, jelesül közösségeket képezni, és ezekben a közösségekben a demokratikus működést megtanulni. Tehát az elmúlt 25 év legnagyobb hibája az, hogy nem nevelt a demokratákat, nem nincs meg az a dolog, hogy hogyan racionális vita során eljussunk egy közös döntési pontig. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogyha most elindulna ez az erjedési folyamat, hogy nagyon sok már meglévő bizalmi hálózat alakul át politikai csoportnál, és ezeket utána majd össze tudnánk kötni, és hogy egy mesdjén elindulva el tudnánk érni azt, hogy itt alternatíva is lehessen a Fidesz rendszerrel szemben.